két kötelező és egy szabadon választott tánccal mérik össze tudásukat a versenyzők az Országos Szólótánc Fesztiválon Békés Csabán. A verseny idén volt negyedszázados. százados. Preztizsét mutatja, hogy két éven rendezik meg. Az itt elnyerhető aranysarkantyús, lányok esetében pedig az aranygyöngyös táncos címet pályája során három alkalommal kaphatja meg egy művész. Ezt követően már csak kísérőpartnerként vagy zsűritakként vehet részt a versenyen de Marcsek Dániel, a Nyírség táncegyüttes oszlopos tagja, a közelmúltban második ilyen címével tért haza a megmérettetésről. Bizonyos értelemben jobb később megszerezni. Én most voltam negyed ére ezen a versenyen, amikor először voltam, akkor külön díjat kaptam, másodjára megkaptam az elsőt, amikor harmadjára mentem, megint külön kaptam, és most negyed meg a másodikat. A fiatal művész elmondta, a Nyírség táncegyüttessel a novemberi Szexárdi Néptáncfesztiválra készültek, ez azonban a járványhelyzet miatt idén elmaradt.